Igen, ezt az órát mutatom nektek, mindjárt elindul, én mutatom 8 alatt. És hát amíg elindul, addig pár szót mondanék arról, hogy mi is az a sejtautomata, illetve a véletjáték konkrétan, ugye a sejtautomata, hogy általános a fogalom. A véletjáték az egy nézetrács, amin minden egyes ilyen cellában két állapot lehetséges, a sejtnek hívjuk a cellát, ugye vagy él, vagy halott, itt most ha él, akkor sárga, hogyha halott, akkor fekete, és két szabály irányítja ezt a játékot, amik arra vonatkoznak, hogy a következő időpillanatban mely sejtek lesznek életben. Hogyha egy sejt most ebben a pillanatban él, akkor a következő pillanatban pontosan akkor fog élni, hogyha kettő vagy három szomszédja, akkor a nyolc, ami körülötte van, az él. Hogyha kevesebb vagy több, akkor meghal. Ugye ennek lehet gondolni mögé ilyen teóriát, hogy mérés, de ez a szabály. Hogyha valaki halott, akkor a következő pillanatban meg fog születni, feltéve, hogy pontosan három szomszédja van ebben a pillanatban. Ez elég unalmasnak tűnik egy első pillanatban, mert most ide leraktam egy cellát, és hogyha megnézzük, hogy a következő pillanatban mi történik, hát szegényként meghal. Picit izgalmasabb, hogyha már hárman vannak, mert akkor a következő pillanatban szintén hárman lesznek, csak nem ugyanott, hanem elfordult a 90 fokkal. Ugye értjük, hogy ez a kettő meghal, tehát ebben az állapotban a két szélső meg fog halni, mert mindegyiknek csak egy szomszédja van, a középső meg életben marad, mert annak két szomszédja van. Viszont ha észreveszünk, hogy ott a kurzorban, annak a cellának három szomszédja él most, ezért ő meg fog halni a következőben, és ezért ez ilyen oszcillátor kapunk, aminek kettő periódusa. Minden második lépésben visszatér ugyanoda, ahol volt. Ez már egy kicsit izgalmasabb. De még ennél komolyabb dolgok is vannak, ezt például úgy hívjuk, hogy sikló, glider, aminek szintén van periódusa, mégpedig négy, ha én most négyet léptetem, akkor visszakaptuk ugyanazt, mint az előbb, csak hogyha jól figyeltetek, észrevettétek, hogy elment egy jobbra és fölfelé. Ez tehát egy olyan valami, amit elindítok, akkor kiszabad a világból. Értem, hogy ez minden irányba tud menni, ha elforgatjuk, mert hiszen ez egy szimmetrikus. Ez már egy sokkal komolyabb dolog, amit úgy hívjuk, hogy glider gun. Azért mutatom ezt meg, mert az egésznek az alapja tulajdonképpen ez a puska, vagy nincs az ágyú, aminek 30 a periódusa, ezért is hívják a technológiát P30-nak, periód 30-nak. Van itt ez a két darázsnak hívjuk ezeket, akik szembe mennek egymással, aztán lepattannak, és utána visszafordulnak, tehát itt pattognak, és minden egyes alkalom, amikor találkoznak, ami ugye 30 lépésenként történik meg, ott születik az ő kapcsolatukból születik egy glider. És ezek a gliderek elmennek aztán a végtelenségig. Ezeket csak azért mutattam be, hogy nagyjából értsük azt, hogy mi is történik itt. És akkor nézzük meg magát az órát. Tehát legelőször is egy pár szó talán arról, hogy ez, mi is ez az óra. Ez az óra, ez egy életjátékban megírt digitális tulajdonképpen óraszerkezet, amit nem én csináltam sajnos, nagyon büszke lennék, hogyha én csináltam, egy picit tuningoltam, ezt találtam az interneten, egy ilyen challenge, egy ilyen kihívásra készítette valaki, körülbelül 3 hét munkával, amire talán még lesz idő visszatérni, hogy mit is jelent igazából. Én egy picit tuningoltam rajta, hogy bele tudjam gyömöszölni ebbe a Raspberry-be, ami most fut, és hogy szép is legyen. Például meg kellett duplázni a ciklusát, és egy perc alatt 23 000, tehát 23 000 generációt kell legenerálni az életjátékból, hogy egy percet lépjen az óra. Ez fel ennyi volt, de azért kellett, mert elég lassan vált, amit látjátok, és hogyha a váltás az ugye körülbelül fél percig, kicsit több mint fél percig tartott, és ez ugye azt jelenti, hogy ha ránéztél az órára, akkor szinte biztosan így azt látod, hogy valamit vált, és nem tudod jól leolvasni. És egyébként a futatókörnyezetet is én csináltam, tehát csak az óraszerkezet az, amit találtam. Amit én hozzátettem, az annyi volt, hogy írtam egy olyan programot, amelyik szinkronban jár, hogy a rendszer órával előre tudja tekerni, ezt talán előbb láttátok, hogyha beindult tényleg. Mert ugye az óraszerkezetben nincsen állító mechanizmus, tehát nem lehet kikapcsolni az óra jelgenerátort, amit mindjárt megnézzünk, hanem csak úgy lehet beállítani, hogy oda tekered, mert hiszen visszafelé se lehet tekerni, értelmeszerűen egy olyan számítógép, ami ha kiszámol valamit, az nem lehet visszafelé megcsinálni, tehát elveszik információ. No, akkor csak gyorsan nézzük meg, hogy körülbelül hogy is néz ez ki, hogyha
megnézzük, hogy itt mi van fönt, ugye van az a ágyú, lényegében ugyanolyan, mint amit, látunk. Itt aztán történik valami, amitől néhány meghalt, de nem tovább jutott. Akkor rágyerek lesznek ugye az alapjai a kommunikációnak a rendszerben. Itt ez egy felező, ez az, ugye itt az a feladat, hogy az órajel ciklust azt lelassítsuk, mert hiszen percenként csak egy élet akarunk kiadni. Egy ilyen kis facak az le tudja felezni, egy lágyer, ha belemegy, akkor az vagy meghal, vagy tovább megy, ugye az egyik meghal a következő, pedig 90 fokon elforgatva tovább megy, és akkor belemegy a következőbe, ami meg itt van, és akkor ennek az egésznek a végén az van, hogy mire itt kijut egy lágyer, addigra már, hát az már csak 23 ezer generációként egy van. Ezt most nem akarom itt megvárni, mert most ez nagyon lassan megy. Úgyhogy ide rányomok, és akkor ez a debugger, amit csináltam, ez annyit tud, hogy előre tekert addig, amíg nem történik valami. Hát történt valami, bejött ez a glider, megölte a másikat, és mivel megölte a másikat, azzal keletkezett tulajdonképpen egy jel, ugye ez a lefutó jel ebben a streamben, hogy nem volt glider, ezt most megvitláztuk, ez egy olyan automata, vagy olyan gép, mint ami az általános iskolában volt az előző adásban, arról beszéltünk, hogy fölül bedobtunk egyet, és kettő jött ki oldal. És abból a kettőből itt egy nagyon érdekes dolog lesz, születni fog egy ilyen fűrhajó. Itt ugye jönnek ezek az űrhajók balról jobbra, és mindegyiket megölik a gliderek, amik meg innen jöttek, de mivel volt egy szünet, ezek kiszabadult ez. Másik oldalon van egy ugyanilyen. És ez a fa, amit itt látunk, ez arra való, hogy felszorozzuk a jeleket. Ugye itt most van ez a kettő, ezt még jól látjátok? Itt, tehát ez a fa, ez fel fogja szorozni őket, 30-valány darab lesz, ugye amennyire éppen szükség van, és utána mindegyik be fog menni ezekbe a kis rekeszekbe. Itt egymás mellett látjuk, itt vannak a számok, amik azt mutatják, hogy melyik számhoz tartoznak, tehát a kijelzőnek melyik számához tartoznak. Ezekből pontosan egy van nyitva, most valószínűleg most az van nyitva, amelyik a 4-eshez tartozik, mert éppen 3-ra váltunk, tehát a következő az a 4-es lesz. És valóban, hogyha lejövök a 4-eshez, akkor azt látjuk, hogy ez itt a 4-es, amit itt így bekarikázom, hogy a mellette lévő a 3-as, az itt be van zárva, itt futnak ezek a gliderek, az 5-ös, az itt be van zárva, itt futnak a gliderek, de a 4-es, az nyitva van, itt nem futnak a gliderek, itt be fog tudni jönni majd a jel. És jön. Hogyha ide bejön valami, akkor pedig az történik, hogy a... Én nem látom. Előbb láttál valamit? Azt mondta, megkérem, hogy jöjjenek a lájderek. Tényleg itt van, itt is van egy, az a meghalt, ez bejött. Na tehát ebben ide most be tudott jönni, és akkor itt megduplázódott, ez amelyik itt balra megy, az ki fogja nyitni a mellettünk lévőt. Ez pedig itt tovább megy, és először itt megduplázódik majd újra, és azzal becsukja ezt a kaput, és másrészt pedig tovább fog menni kicsit felgyorsítottakat. Látjuk, hogy mi történik, tehát ott látjuk, hogy tovább ment, de egyet kiütött, azért, hogy egyet kiütött, itt ez kiszabadul, és azzal, hogy kiszabadult, azzal itt bekapcsolja majd bekapcsolja ezt a streamet. És ezzel ugye egy shift regisztert, egy számlálót csináltunk, tehát átment egy glider, pontosan egy lyukon, és a lyuk pedig egyen arrébb költözött. És akkor ugye most már csak az a kérdés, hogy hogyan lesz ebből a gliderből, aminek ugye most már a pozíciója leírja azt, hogy mit kell csinálnunk, hát át akarunk váltani 4-esre. Ez a rész fogja majd ezt átalakítani, egy sok kapcsolatot leírja ilyen lookup-téből. Fölülről belemegy, és akkor bal oldalt meg jobb oldalt ki tudnak jönni gliderek. Azt szerint, hogy a mátrix domiban kitöltött, ahol egy ilyen faszak be van rakva, ott a föntről lefelé jövő jel megduplázódik olyan módon, hogy lefelé is tovább megy, meg oldalra is elindul. Köszönöm, nem néztem az időt, de szerintem most már Még a kérdések végén azt mondjuk. Akkor abba is hagyom. Majd
elmesélem a többit személyesen. Még szeretnék egy gondolatot, hogy kettőt mondani arról, hogy az egész mérjön izgalmas. Amellett, hogy nagyon tehát szép is, meg ugye izgi is. Szerintem ennek az egésznek van egy ilyen nagyon szép szimbolikája is. Ugye, hogyha megnézzük, hogy mi ez a játék, akkor egy borzasztó egyszerű szabályokból valami nagyon bonyolult dolgok születnek. Olyan bonyolult dolgok, amik igazából egy kaotikus rendszer, ezt talán még szerintem itt megmutatom, hogy miről is van szó. Hogyha ebben a programban elkezdem járatni, ugye ez itt megy szépen, ebben szerkesztett egyébként a srác, aki ezt csinálta, és akkor, hogyha én most ezt itt meg tudnám, szerkeszteni, hogyha én most egy pixel beleírok, és ezzel elrontom azt a részt, és elkezdem futtatni, akkor az fog történni, hogy az egész felrobban. Tehát nem csak arról van szó, hogy... Remélem, hogy igazat mondtam, mert itt látszik, de mindig felrobban. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy ha valamit mellé teszel, egy pixellel odébb rakod, akkor nem működik, hanem arról szól, hogy az egész apró darabjaira esik. Hát ez mutatja, hogy mennyire nehéz ebben a technológiában dolgozni. Ez tényleg kicsit olyan, mint majd a kvantum számítógépek, tehát hogy nagyon, nagyon oda, nagyon a helyére kell tenni minden. És amikor először ugye erre ránéztek ebben a dologra, akkor főleg azt látták, hogy egy ilyen ős káosz van, ez 1970-ben volt, és utána nagyon-nagyon sok munkával, sok alapkutatással tulajdonképpen találtak ilyen kis építőkockákat, amik izgalmasan működnek. És azokban az építőkockákból, azokból aztán most már eljutottunk oda, hogy egy ügyes mérnök, ugye kialakult egy technológia, és egy ügyes mérnök ebből össze tud rakni egy ilyen innovatív dolgot. És szerintem ez az egész, ez egy ilyen nagyon szép szimbólum, tulajdonképpen egy univerzum az hogyan is épül fel, és hogyan lesz használatban egy alapvető technológia. És csak így utólag, vagy a legvégére még annyit, hogy ez a könyv, ezt egy Nobel-díjas fizikus írta 2 éve. Ő úgy gondolja, hogy a mi univerzumunk is nem egy életjáték, de egy sejtautomata lehet akár a mi univerzumunk alatt is, és elképzelhető, hogy a kvantummechanika halasz alábetehető egy ilyen, úgyhogy az még konzisztens is a világunkkal. Na hát ennyit, köszönöm szépen. Érzem, hogy a kérdésekre már nem maradt idő. Ha valakiből beleszólult egy kínzó kérdés, azt most mondja el. Ez igaz volt? Tehát... Tényleg volt közben annak, hogy mi történt, nem tudom, hogy ezt mindenki tud elkövetni, és hogy a nagy számoknak mi köze volt a kis számoknak, az hogy van oda kivetítve, van ott valami, tehát mi a kapcsolat a fölötti automata, és aztán lenne egy nagy számára. Tehát ez az egész egy automatában fut, a maga óra szerkezet az a sejtautomatában van megírva, és az én programom pedig olyan tempóval hajtja ezt a sejtautomatát, hogy az szinkronban legyen az órával. Tehát amikor bekapcsolod, akkor megnézi, hogy mennyit kéne mutasson az óra. Tudja, hogy az a modul, amit betöltött, vagy az a modell, amit betöltött, az 12 órán tud a vétfel. És mivel most este 8 óra van, ezért előre tekert addig, ugye 23 ezer percenként amennyit lépnie kell, tehát ahány percet mennie kell, 23 ezer annyit lépett, és akkor utána vissza beállt abba a sebesség, vagy percenként 23 ezeret menjen, és ezért szinkronban van a idővel. Itt lehet látni néha ilyen... Lehet, hogyha közelebb jössz, majd látod itt ezeket, amiket mutogattam, amiket követtünk itt jeleket, azokat itt látod, hogy elindul, megsokszorozódik, és amikor oda megy, akkor pedig átkapcsol valamit, és történik, érdemes megnézni. Köszönöm. Köszönöm szépen.